elkezdték levadászni népünk tagjait. A legnagyobb tragédia az, hogy milyen brutális emberek ezek, bocsánat, hogy kimondtam rájuk a ember szót, pedig nem jellemző rájuk, hogy egy 5 éves gyereket is le tudtak lőni. Ez ma Magyarországon nem történhet meg többször. Mondjátok velem, hogy nem felejtünk. Nem felejtünk. Nem felejtünk. Nem felejtünk. Fegyveres atrocitások az elmúlt évtizedben ugyan nem történtek, de nem nyugodhatunk meg. Láthatjuk, a fekete ruhások újra szerveződnek. Újra a cigányság a gyűlölet céltáblája. Nem lehet megfelejtkezni az embertelenségről, az aljasságról, a gyávaságról. Arról a gyávaságról, amely orvul támadt, amely az éjleple alatt támadt, amely asszonyokra támadt, és amely gyerekekre támadt. A tábla azért is született, mert Tatár Szent Györgyön, az áldozatok éltek, 10 év küzdelem után sem engedi a helyi önkormányzat, hogy ennek a rendkívül durva rasszista gyilkosság sorozatnak fizikai térben emlékhelye legyen. Csorba Robika életét kioltó fegyver elsütő billentyűjén nem csak Kis István és Pető Zsolt ujjai voltak, hanem mindazoké is, akik támogatják, éltetik, szítják a félelmet és a végtelen gyűlöletet. Azok is tartották a fegyvert és céloztak, akik segítik a szegregációt, a kiszolgáltatottságot, az elnyomást és a gyűlöletkeltésre épülő politika fenntartói és haszonélvezői. Fiatal élete legyen örök mementó mindannyiuknak. Nyugodjon békében!